Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jó reggelt mindenkinek. Mai evangélium. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amit engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi. Az emelkedést az Emmausból el lehet olvasni, mert annyira szép, hogy érdemes. Ezért nem is fogok erről beszélni. Viszont a kapcsolatról van szó ebben az evangéliumban. Ezért még én erről szeretnék egy kicsit gondolkodni, majd a város segítségével. Jézus kapcsolatban van az Atyával, és ebből szeretet lesz. És azt mondja, hogy ezt tanuljuk el tőle, hogy tudjunk kapcsolatban lenni. Tudjunk kapcsolatban lenni, és ebből szeretet fog fakadni. Ahogy a teremtés megtörténik, kapcsolat rögtön létre. És hogyha ezeket a kapcsolatokat megéljük, eltanuljuk Jézustól, hogy hogyan figyel az Atyára, akkor szeretetet hozunk létre, ami megteremti újra és újra a világot körülöttünk. Mert szeretet nélkül nem igazán él a világ. És ezért ma egy érdekes ima gyakorlatra hívom a reggel immár résztvevőket. Mi piaristák elég kiváltságos helyzetben vagyunk, hát itt vagyunk a város fölött, úgyhogy bármikor kapcsolatba kerülhetünk a várossal. Imádkozhatunk az itt élő emberekért. Hogyha így megfordulunk, és én nem is vagyok fontos, mert látszódjon a város, hogyha megfordulunk, akkor azt látjuk, hogy itt vagyunk a város fölött. Megkezdődött a reggel. És most mindenkit arra hívok, hogy ha ki tud nézni az ablakon, akkor nézzen ki a környezetére, a városára, ahol él. Ha nem tud, akkor csukja be a szemét, képzelje el a környezetét, képzelje el, amit én is itt látok, vagy csatlakozhat ehhez a képhez, hogy él a város, mennek az emberek. Ők most nem is tudják, hogy imádkozunk értük. Egy kicsit gondoljunk ezekre az emberekre. Elgondolhatunk a szeretteinkre is, hogy mit csinálnak most. Lehet, hogy még most kelnek föl, vagy reggeliznek, vagy már a kertet műveli a nagymama. Mindenhol más történik. Valahogy Isten szemében nézhetjük így a dolgokat. Isten is így mindenkit lát. Mindenkinek az ügyes, bajos dolgaiban beleláthat. És kapcsolatot teremt velünk. Éjszaka is, reggel is, amikor kezdjük a napunkat, az egész nap során kapcsolatot keres velünk. Most mi is gondoljunk az emberekre, gondoljunk azokat, akiket látunk a szemünk előtt, akiket látunk mozogni a városban, és teremtsünk kapcsolatot velük, így teremtsünk kapcsolatot a mai napunkban. Lehet, hogy otthon ülünk, lehet, hogy nem fogunk kimozdulni, és azért épp a kapcsolatok hiányoznak, de gondoljunk arra, hogy ahogy Isten mindenkivel tud kapcsolatot teremteni, úgy mi a szeretetünkkel, körülöttünk élő közfordulással kapcsolatokat teremthetünk. Egy írálást imádkozzunk el. Így egy kicsit a városért is, szeretteinkért, az emberekért imádkozva, úgy, ahogy Isten teszi minden nap, minden órában. Áldott legyen a fény, mely rád világít, és a fény, mely benned van. Az áldott napfény sugározzon be téged, és melegítse fel szívedet, még úgy nem lobog, mint a kandalló tüze. Így minden idegen jöhet hozzád, és minden barátod is. Sugározzék szemedből a fény, mint ablakokba állított gyertyák fénye, amely a viharban vándorlókat hívogatja. Áldott legyen rád hulló lágy, édes eső,
Fújjanak lelkedre a cseppek, és csalogassák ki a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegőt. De áldott legyen a nagy vihar, és rázza meg lelkedet, hogy fényesre, tisztára mossa, sok kis tavacskát hagyjon hátra, amelyben megcsillan az ég jégje, és időnként egy csillag is. Legyen áldott a föld, az egész földkerekség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, bármerre is vezessen utat. Legyen puha a föld, amikor terhétől fáradtan lepihensz, és legyen könnyű, amikor majd kint fekszel alatta. Olyan könnyen terüljön el fölötted, hogy lelked kiröppelhessen felfelé, és elérje útja végén az Isten. Az Isten áldja meg a lakunkat, az Isten áldja meg a városunkat, az Isten áldja meg a kapcsolatainkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szép napot.